Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk a következő bemutatóhoz a csatornán, amelyben, ahogy itt látjátok, egy rég nem látott témakörhöz nyúlok ismét hozzá, mégpedig a LEGO Artos témakörhöz, amelyben ezt a Batman fejet lehet összeépíteni, és hát azért eléggé tudjátok, hogy eléggé szeretem a Batman témakört, ezért nem is volt kérdés, hogy ezt a LEGO Artos készletet össze fogom építeni, és lelkileg felkészítettem magam arra, hogy az építés nem lesz éppen a legizgalmasabb. Nos, hát a dobozunkon a jól ismert LEGO Artos dizájnnal találkozunk, pontosan úgy néz ki a doboz, mint a mögöttem látható vasemberes, ha már megszámolt napjai vannak már csak annak a vasemberes képnek, szóval annak a vasemberes Artnak igazából pontosan ugyanilyen volt a doboza, fönt található a Batman feliratunk, LEGO logót is kapunk, leírja azt, hogy egy képet lehet összeépíteni, de háromféle verzióban, vagy a Batman fejet építjük össze, vagy a Jokert, vagy a Harley Quinn verziót, ez egy 18 pluszos készlet, 31205-ös a kódneve, 4167 darabos, szóval tényleg egy igazán nagy darabszámú készletről van szó, de azért ez ne tévesszen meg titeket, rengeteg alkatrész ki fog maradni, hogyha csak egy képet építetek össze, meg hát ezek az alkatrészek igazából csak azok a pici pöttyi alkatrészek, úgyhogy megtévesztő lehet azért ez a szám. Ha megfordítjuk, látható, hogy hát hogyan is néz ki a falon majd ez a Batman-es kép, és hát igazából a méretével is találkozunk, 40 cm hosszú lesz és 40 cm széles, igazából egy négyzetet kell összehozni, és egyébként ehhez is van egy ilyen külön soundtrack, mint a, hát azt hiszem az összes többi verzióban is volt, ami számomra egy kicsit gimmicky funkció, még a vasemberes verziót meghallgattam, ahol igazából tök jó információt mondanak el, de hát nem tudom, hogy hányan hallgatják ezt végig, esetleg a komment szekcióban szírjátok már le, hogy titeket érdekel ez a kis audiobook, amit hozzáadnak, mert ugye eleve angolul van, úgyhogy már eleve az kiesik, hogy nem tud angolul, de aki ért angolul, az írja már le a komment szekcióban, hogy ti meghallgattátok? Egyáltalán tudtátok, hogy az van? Na, bontsuk is ki. Na jó. Azért ennek a doboznak a prémium hatása még mindig nagyon megvan, eleve. Csak nézzétek meg ezt a Batman fejét. Annyira jó. Na szóval, hát itt vannak a zacskóink, ezeket most meg nem számolom nektek. Látjátok, hogy külön van színenként csomagolva ezek az alkatrészek. Hogyha kinyitom ezt a kis másik fült, itt látható a keret meg az alkatrészei. Igazából erre kell majd ráépíteni a dolgot, és van itt ilyen számozott dolog, számozott alkatrészek, hogy ez pontosan mi lett, arra még nem jöttem rá, és egyébként itt van ebben a dobozban benne, amit igazából ki is mondhatnék, hogy lássátok ti is, hogy pontosan mit is tartalmaz ez a doboz, szóval ebben vannak azok az alkatrészek, amire rá kell építeni azokat a kis pöttyiket, igazából így néznek ki, ezeket kell majd egymás mellé rakni, és hát akkor így lehet kirakni ezt a mozaik hatást, és ahogy már az előbb is elkezdtem, itt van az összerakási útmutató. Egyébként Jim Lee-nek az alkotásai lehet összeépíteni, tehát ezek a rajzok, amit ő rajzolt meg, azok vannak így át mozaikisítva. Összesen 102 oldal van a kibontakozása, de természetesen az elején találkozunk némi háttérinformációval. Eleve arról, hogy hogyan is készültek ezek a rajzok is, itt elejétől kezdve a kis sketchektől kezdve egészen a végeredményig meg tudjuk nézni, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok is, hát igazából itt le is írja, hogy hallgathatjuk ezt a kis audiobookot. Van egy kis printált alkatrészünk is hozzá, és hát igazából ennyi ez az összerakási útmutató, nincsen matrica benne, ez nagyon fontos, és hát úgy látom, ebben az összerakási füzetben mind a három verziót össze lehet építeni, de hát nem külön digitálisan kell nekünk megkeresni a másik két verziót, a Harley Quinn vagy a Joker, hanem az is megtalálható az összerakásiban. Nos, srácok, összeépítem, és hát utána elbúcsúzunk vasemberünktől.
Őszintén szólva tényleg nagyon izgultam azon, hogy mennyire lesz unalmas az összeépítése ennek a készletnek, és hát vagy az emlékeim csaltak, vagy már annyit építettem, hogy már igazából ekkora darabszámú készlet már igazából nem is terhel meg, de sokkal élvezetesebb volt, mint a vasemberes verziója. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb LEGO készlet, meg nem azt mondom, hogy ez a legélvezetesebb építési szempontból, de igazából meggyűrkőztem bele, úgyhogy igazából nagy problémáim nem is voltak vele. Meg most alkalmaztam azt a technikát, amit még az előző vasemberes verzióján is sokan ajánlottatok, direkt visszaolvasgattam ott a kommenteket, és ott direkt ki is emeltétek, hogy úgy sokkal egyszerűbb építeni, hogyha ráteszem ezeket a kis négyzeteket, ugye, hiszen ebből kis négyzetekből áll a kép összerakva. Szóval, hogyha azokat ráteszem magára az összerakás útmutatóra, és akkor is szépen húzogatom lefele, és akkor is soronként haladok. Itt ténylegesen gyorsabb volt, és úgy nagy általánosságban az elmondható, hogy egy ilyen kockának, ugye három ilyen kockából áll egy sor, átlagosan 20 perc volt egyet összeépíteni, úgyhogy igazából tényleg nem volt annyira vészes, sokkal jobban meg voltam én ettől ijedve. Gondolom azt már mondanom sem kell nektek még egyszer, mint hogy a bevezetőben is említettem nektek, én a Batman-es verziót építettem össze, bár ugye a másik két verzió is egészen jól néz ki, de hát számomra egyértelmű volt a választás, ezt a Batman-es önarcképet raktam. Önarcképet? Hát igazából nem Batman készítette magáról, bár lehet, hogy én vagyok Batman. Lényeg a lényeg, hogy lent a sarokban találkozunk egy kis plakettel, ami egyébként ugyanúgy rajta van a vasemberes verziónál is. Viszont itt ugye nem Batman feliratot kapunk, hanem Jim Lee is az aláírását kapjuk meg. Na most, hogy ki is ez a Jim Lee, igazából nekem sem volt nagy fogalmam erről. Miután utána olvastam, kiderült, hogy ő egy Dél-Koreában született képregény rajzoló, és már az 1990-es évektől kezdve a DC-nél dolgozik, úgyhogy hát nem véletlenül egyedileg készített ezt a alkotást ide, hiszen ez nem egy ilyen specifikus képregény jelenet kiragadva, hanem ő egyedileg készítette ezt a három rajzot a Legónak, és azok lettek így átmozaikosítva, vagy ártosítva, és hát így kaptuk meg ezt a remek kiállítási darabot. És egyébként, ahogy utána is olvastam neki, azért tényleg rengeteg képregényben közreműködött, hiszen az X-Meneket, több Batmant, Supermant, tehát rengeteg a DC-vel kapcsolatos képregényt ő rajzolt, ő szerkeszt, hiszen ő nem csak rajzoló volt, hanem különböző feladatokban is részt vett a DC-nél. Szóval önmagában tényleg a kép egészen jól néz ki. Eleve nagyon tetszik az, hogy ugye a háttérébe kapunk ezt a szürkés-fehéres átmenetet, ami azért egész éppen elhatárolható Batmanünk meg ettől a kékes feketés megjelenésétől. Szerintem nagyon jó lett a kivágás a szeménél, és egyébként a bőrnek az árnyalatát is egész szépen eltalálták. Na most, hogyha megfordítom ezt az egészet, hogy lássátok így hátulról is, hogy hogyan néz ki egy ilyen szerkezet, igazából a verziója nagyon hasonló itt is, mint a vasembernél. Egy kicsivel másmilyen volt a hátsó része, hiszen oda több alkatrészt kellett felrakni, mint ebben az esetben, de ugyanúgy találkozunk ezekkel a kis akasztókkal, tehát simán fel tudjátok akasztani a falra, vagy csak simán nekidőltitek valaminek, és akkor úgy állítjátok ki. És hát, mire eljött az a pillanat, amire már oly régóta vártam, Mr. Vasembert szépen nyugdíjaztatom. Itt egyébként látjátok, hogy a hátulja egy kicsit másmilyen ennek az új Batman-es verziónak. Szóval, hát vasember nyugdíjba megy, és hát vasember nyugdíjba ment, most már az teljes mértékben egy Batman-es sarok, hiszen ugye ott van Batmanünknek a járgánya, és alatta pedig maga Batman is most már megtalálható. Összegedve srácok, egy LEGO ártot összeépíteni még mindig sokkal unalmasabb, mint egy átlagos LEGO készletet. Az összeépítési élmény messze nem olyan jó, mint egy általam megszokott LEGO készletnél. Ez egy teljesen más élmény, viszont hogy szeretitek az ilyen kis pötyizős megoldásokat, akkor szerintem ezt is fogjátok kedvelni. Kicsit monoton számomra, de akik élvezik ezt a sínsű összeépítést, azoknak mindenféleképpen egy egészen jó választás lehet. Meg a másik az, hogy tényleg egy egészen remek kiállítási darabról van szó, mert így közelről én is, ahogy így építettem, hát így közben tényleg nagyon pixeles alkotás, viszont tényleg ebből a távolságból, ahogy most már ti is látjátok, tényleg egészen jó kiállítási darab. És azért azt se felejtsétek el, hogyha esetleg be akartok ruházni több ilyen stílusú készletre, akkor kettőből is ki tudtok hozni egy speciális alkotást, és hogyha hármat vásároltok be, akkor egy teljes alakos Batman képet is össze tudtok belőle építeni. Amin azért nagyon gondolkozok, de ez az arc szerintem messze a legjobban sikerült. Nos, srácok, hát ez volt a 31205-ös Batman-es LEGO ártnak a bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat még mindig ne felejtsétek el. Ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, és szeretitek a LEGO tartalmakat,
akkor nagyon tudom ajánlani, hogy a feliratkozás gombot benyomjátok, ezzel mindig értesültök arról, hogy mikor is kerül ki új videó a csatornára. A Legosztor Budapestnek és a Lego Magyarországnak szeretném ismét megköszönni a támogatást, mi pedig találkozunk a következő adásban. Szevasztok!